tovább mondott egy nagyon okosat, mikor azt mondta, hogy az embernek a bajain, a bánatain, a bubánatain tulajdonképpen az segít, mint a zenébe a kereszt, mert felemeli. Nem voltunk túl szerencsések a családnak a múltja miatt. Édesanyám a Vécsei Aradi 13-nak a leszármazottja, gróf Vécsei Károly, és így az édesanyám hát nem túl szerencsés ember volt ebbe a rendszerbe, abba a kommunista rendszerbe, és mi nagyon megkínlottunk ezért, viszont olyan sok szeretetet és tiszteletet kaptunk a szüleimtől, hogy ez nem tűnt föl, hogy ilyesmi volt a családban, mert nem erről szólt az életünk. Az én drága édesanyám nagyon szépen zongorázott. Abban az időben nem nagyon volt divat, hogy egyházi kórusba menni, de ők úgy neveltek, hogy én oda bekerültem a Mária Remetei Szentlélek templomba, és ott kezdtem el énekelgetni, mint laikus testvér, és rám szóltak állandóan, hogy Anikó, ne ordíts, hát ezt nem lehet kibírni, stb. Na, akkor hazamentem, és mondtam, na, én ide többet nem megyek, mert velem így bánnak, és így úgy amúgy. Na, és akkor volt az első jelzés, hogy úgy látszik, hogy egy nagyobb hang anyagom van, mint úgy a normális emberkéknek. És aztán nővérem férhez ment, és ott elénekeltem, anyukám betanította a Guna Ave Máriáját. Manapság biztos meggondolom, és nagyon fölkészülök, hogyha ilyet vállalok, de akkor ugye boldogan kinyitottam a számat, és mint kis tudatlan kezdő elénekeltem, és ott a belvárosi templomnak a kántora orgonistája volt, aki azt mondta, hogy hát kislány maga tanul énekelni. Mondom, te hogy tanulok, mondom, hát én el vagyok foglalva, műszaki rajzoló vagyok. Hát az én azért ezt ajánlanám. Mikor már úgy egy kicsit úgy kezdtem bontakozni, akkor a Mátyás templomba kerültem. És ott a Tardi László volt a karnagy, aki egy nagyszerű ember, még él, hál' Istennek. Nagyon sokat köszönhetek neki. Végig énekeltem az összes gyönyörű barokk klasszikus, tehát Haydn, Mozart, requiemeket, miséket, minden, Beethoven, szóval nekem az egy olyan élmény volt, hogy én mikor vége volt az nek a nagy zenekari miséknek, és lejöttem a templomból, kijöttem ugye a kórus részről, ott a szólót énekeltem. Egy más ember voltam, szóval megtisztultam. Későn kezdtem a pályát, már 28 éves voltam, mikor felvételiztem a Zeneakadémiára, de ők mindjárt rögtön negyedikbe vettek föl operatanszakra, és hát ez egy nagyon-nagyon csoda volt, mert ez egy ritkaságba menő valami volt, és én 2 év alatt végeztem el az akadémiát, és hát bizony így nem túl fiatalon kerültem a pályára, mert 30 éves voltam, amikor rögtön, ahogy végeztem az opera szerződtetett, és amikor az első szerepet megkaptam Erkel Ferenctől, ugye Hunyadi Lászlóból a Szilágyi Erzsébetet, hát az egyik legnehezebb szerep, és soha nem voltam koloratúr, ahogy egy Ágai Karola, vagy akiké volt ezek a nagy szerepek, és reggeltől estig kellett gyakorolnom, hogy meglegyen, de hát úgy látszik, hogy sikerülhetett, mert külföldön is énekeltem, és tényleg elég sok szép tapsot kaptam érte. És ami az érdekes, hogy amikor elbúcsúztam a pályámtól, akkor szintén Erkel darabjával, és ez volt a Gertrúd a Bánk Bánba,
úgyhogy ez egy nagyon kemény, nem éppen magyarokat szerető, úgyhogy ezt az egyet nem volt szívem szerint, de viszont jó, megmutathattam, hogy keménynek is tudok lenni. Talán ez is, ezért is szerettem a színpadot, mert az életben ezeket egyiket se csináltam volna meg, az biztos, mert azért nagyon sok gonosz figurát is alakítottam, ez kezdve a Toszkába leszúrtam a Szkárpiát, mondjuk megérdemelte, de azért ezt az életben azért nem igen csinálnám. Mindegyikbe szinte elhagytak, megcsaltak, egyedül maradtam, úgyhogy ez valahogy úgy közel állt az életemnek a fő vonalához, igen. Én szóval az életben nem vagyok egy ilyen, hát most nem szívesen vagy önmutogató, szóval én tényleg úgy érzem, hogy egy hétköznapi ember vagyok, és nekem csak a színpad adta meg azt, amit megadott, és én ezért nagyon hálás vagyok a Jóistennek.